Köszöntjük a nézőinket, és akkor a karantén naplónk mai különleges kiadásában két vendégünk is van, ilyen még nem is fordult elő. Az egyik egy visszatérő vendégünk, Kemenesi Gábor, a másik pedig Müller Viktor, aki sajnos még nem volt vendégünk, de akkor most pótoljuk ezt a nagy mulasztást. És azért beszélgetünk hárman, mert hogy van egy nagyon érdekes és aktuális téma, ami kivételesen nem oltásról, oltásbiztonságról, vagy magáról a járványnak a dinamikájáról szól, hanem arról az viszonylag egyszerűnek tűnő kérdésről, hogy kezdődött ez az egész. És hát ugye, ha megnézzük, és különösen az elmúlt napokban, ugye egyre nagyobb hírverést kapott egy hát korábban alternatívnak nevezett lehetőség, mely szerint a, a maga a járvány az nem teljesen természetes eredetű, hanem, hanem ennek van valamilyen mesterséges szála, és ezt itt megpróbáljuk kibontani, elmagyarázni, hogy ez mi az, amire itt gondol, gondolnak azok, akik ezt most egy valós valószínűségként. Vetették fel. És, illetve megpróbáljuk mérlegelni, hogy a klasszikusnak tekinthető, ugye, konzervatív, mert természetes eredet, illetve ennek a másik magyarázatnak milyen bizonyítékok szólnak a mellettük, és milyenek esetleg ellenük. És akkor nagyon gyorsan itt az elején összefoglalom a dolgokat. Tehát az egyik. El, hát az egyik nézet az az, hogy valahol Wuhan tartományban, akár esetleg ugye a wuháni állat piacon keletkezett maga a, az a zoonózis, az az esemény, amikor ez a korábban hát denevérekben, illetve esetleg valamilyen köztes gazdákban, amelyek vagy vadon élő állatok, vagy házi állatok lehettek, ez a vírus ez átugrott utána egy emberi szervezetbe, és onnantól kezdve ott tudott tovább terjedni. Hát is ennek az alternatív magyarázata, ugye, hogy pont Wuhanban van egy nagyon híres, ha körülbelül 600 főt foglalkoztató virológiai intézet, és hát ebben tudjuk, hogy végeznek koronavírusos kísérleteket. Ehhez az intézményhez fűződik az eddig legközelebbi rokon vírusnak tartott ilyen SARS-CoV-2-szerű vírus, leírása is, és hogy esetleg itt történt valamilyen, hát mint a filmekben látható kísérleti gebasz, amelynek következtében utána az a vírus, amivel itt dolgoztak, kikerült. ugye ez a rajz, amit itt, vagy hát ez az ábra illusztráció, amit kitettem, ez azt ábrázolja, ami közben elvesződött nagyon gyakran az ilyen kollektív tudatban, hogy a későbbi vizsgálatok szerint két fajta, egy két vonal is kezdett terjedni ebből a SARS-CoV-2-ből a legelején. A legelső minták azt mutatják, utána az egyik vált a dominánsra, és ez egyik lett az, amit a Wuhan vonal néven ismerünk ma. És mivel nagyon objektív akartam lenni, nem akarok semmelyik nézetet sem ki itt az elején a mérlegelésből, ezért ugye azt is ide tenném, amit 900 millióan a Weibon megosztottak, amely szerint, hogy valóban mesterséges volt az eredet, de nem Wuhanban keletkezett, hanem valami amerikai katonai intézményben, és utána diverziós célokból kezdték ezt Wuhanban terjeszteni. Ugye ezt konkrétan a kínai uh, szociális médiában terjedő nézet volt. Uh, mivel azt hiszem, hogy ezt mind a hárman a legkevésbé valószínűbb felállásnak tekintjük, ezt nem fogjuk nagyon mérlegelni, csak ide hogy objektivitás miatt, hogy ugye, ha nagyon, nagyon ki akarunk zárni valamit, ezt sem tudjuk tökéletesen kizárni, mert egyszerűen van annyi ismeretlen ismeretlen, amit, amit nem tudunk megfejteni. És amiért nagy, hogy is mondjam, média figyelmet is kapott ez a Wuháni Biológiai Intézetből esetleg Eredet, amit ugye Leblik néven ismer most már a szakirodalom, meg talán a nagyobb, szélesebb közönség is, az talán elsősorban tudományos szempontból ennek a levélnek köszönhető, ami a Science magazinnak a levelezési lovatában jelent meg, és 18 tényleg neves immunológus, epidemiológus és virológus jegyzi, amelyben azt mondják, hogy hát nem volt kellően feltérképezve ennek a mesterséges eredetnek az esetlegessége, tehát az esetleges lehetősége, és igenis ezt meg kell vizsgálni, kizárni, ha másért nem azért, hogy ezt utána ne lehessen azt mondani, hogy de ezt nem, nem zárták ki rendesen és ez a tudományos oldal. A média oldalban nagyon nagy szerepet kapott a New York Times volt újságírójának, Mikolász Védnek egy ilyen, azt hiszem, egy 11 ezer szavas, vagy valami őrült hosszú cikke, ami a medium.com-on jelent meg, ahol hát ugyan kicsit semmit mondó a cím, Origin of Covid, Following the Clues, de tulajdonképpen ő elég erőteljesen a mellettől hogy itt igenis a, valahogy a laborból eredt el a dolog. Úgyhogy a kérdés, amit itt keresünk, akkor, hogy leblik vagy nem leblik, és itt megpróbáljuk ilyen nagyon tudományosan megfogalmazni a kérdést, egy ilyen bézi valószínűség keretében, hogy mi tartunk valószínűbbnek azt, hogy van egy világjárvány, mi azt elfogadott, hogy valahol Wuhanból ered, és hogy ez azért lehet, mert itt van egy virológiai kutatóközpont, vagy van egy világjárvány, aminek Wuhan az eredete, de mindenképpen ez egy természetes zónózis. Úgyhogy ezt fogjuk most majd itt körbeérni. És most, mivel én kellően hosszan monologizáltam, most akkor egy kicsit átadom itt a szót aznak, aki közülünk leginkább a koronavírusokhoz ért, hogy akkor egy picit Gábor Léci me mesél egy pár dolgot, hogy az emberi koronavírusok, meg úgy általában a koronavírusok, azok hogyan e tehetők el itt valamilyen evolúciós frameworkben. Sziasztok! Ez áll hozzám a legközelebb valóban, úgyhogy erről tudok a legjobban nyilatkozni, és majd a későbbi beszélgetésnél is ez fog egy picit engem majd így csodorni, hogy azért a koronavírusok mutattak már az emberiségnek egy-két dolgot, nevezetesen kettőt ezelőtt a járvány előtt, komolyabbat, ugye a 2003-as sars járvány, ami az első olyan koronavírushoz köthető esemény volt, aminél felkaptuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy oké, okay, ezek a vírusok képesek súlyos, esetenként halálos megbetegedést is okozni. Rá tíz évre a MERS koronavírus, ugye a közelkeleti koronavírus, ami a mai napig endemikus a környéken megjelent, küzdünk vele, itt van, és 2019, ugye mindenki tudja, SARS-2, mire akarok kiukadni, koronavírusok már korábban is megjelentek az emberek körében, méghozzá olyan koronavírusok, amik denevér eredetűek. És ha megnézzük ezt az alsó ábrát, ott azért elég sok helyen vannak denevérek, mármint szám szerint abból a hét ismert humán koronavírusból öt helyen vannak denevérek, úgy, mint evolúciós progenitorok, tehát evolúciós ősök. De miért van ez? A denevérek csoportja őriz, mi úgy mondjuk, egy, egy óriási vírusbankot a koronavírusokból, Persze nem csak a koronavírusokból, de ebből is, Ilyenkor szoktam a denevérek védelmére mondani, hogy azért a rákcsálók sem ártatlanok, mert ők például arénavírusokból őriznek legalább ekkora vírusbankot, stb. Szóval azért a természetben vannak elrejtve, nem is annyira elrejtve most már, hogy az emberiség mindenhol ott van, úgynevezett vírusbankok, ősi vírusok, amik évmilliókot ott keringenek, és ahogy az emberi interakcióknak a mértéke növekedik ezekkel a vírusbankokkal, ezekkel az ökoszisztémákkal, úgy látjuk, hogy a járványoknak a gyakorisága, a intenzitása is nő. Ugye erre komolyan épül egy tudományág, itt a, a karanténnaplóval beszéltünk erről, mert épp a Budapest Science meetup volt nekem egy előadásom 16-ban, ami pontosan erről szólt, és én már, már feszegettem a koronavírusokat, és nem én vagyok a Nostradamus, hanem ez a tudományág épül erre. A lényeg, amire ki akarok adni, hogy ebből az óriási diverzitásból, ami a természetben van, nem meglepő, hogy bármi is elő tud jönni és ez az óriási diverzitás egyébként ott a baloldali fönti ábrán látható. A koronavírusokat négy nagy csoportra osztjuk, ez most taxonómia, meg valamiféle besorolás, de ami így érdekes mindenki számára, hogy a legkülönfélebb élőlényekben előfordulnak. A tengeri emlősöktől, madarakon át, ugye a tobzaskáról sokan most hallottak először, annak is van koronavírusa, és ott vannak a denevérek, meg hát az emberek is. És a koronavírusok rendkívül hajlamosak rekombinációra, keveredésre, egymás genomszegmenseinek a cserélgetésére, tehát, és ez megint csak egy olyan tényező, ami az alsó ábrán lévő folyamatokhoz el tud vezetni. Most mélyebben nem megyek bele, de annyit akartam csak mutatni, hogy sokan vannak a természetben, nagyon sokféle dolgot meg tudnak lépni, minél többet kerülünk velük interakcióba. Jó, hát és ugye említetted, hogy van, van ugye hét darab, most már endemikusnak tekintető koronavírus, tehát, hogy tulajdonképpen azt látható, hogyha egy koronavírus valamiképpen már adaptálódott egy emlős szervezethez, akkor az valamiképpen meg tudja lépni adott esetben azokat a lépéseket, ami majd beszélünk róla, hogy milyen, milyen lépések lehetnek ahhoz, hogy utána átkerüljön egy emberi gazdára. Igen, ez az endémia fogalma egyébként, ez is jó, hogyha bevezettük, ugye amikor járványos küszöb alatti értéken, de folyamatosan előfordul egy adott ágens, ugye ez a helyzet a nátha koronavírusokkal ott a bal, az alsó ábrának a jobb fele, szezonálisan elő előkerülnek, szépen illenek a náthát okozó vírusoknak a sorába, és ott van a bal hogy a sars egy eltűnt, az sikerült eradikálni, már hogy járványügyi intézkedésekkel kevésbé volt képes terjedni, stb. De a MERS koronavírus például endemikus a tevék körébe, és sporadikusan, tehát elszórtan egy-egy kisebb fertőzési láncolat a mai napig előkerül. Most már amióta megjelent, 2500 körül tart a humán megbetegedések száma, épp most a napokban is volt megint Szaudarábiában egy újabb, folyamatosan itt van valószínűleg akkor lesz vége a MERS koronavírusnak, ha lesz tevéknek egy jó vakcina, ami szépen ezt eltünteti a köreikből. Nem tudom, de a lényeg, hogy igen, elég hamar úgymond meg tudnak maradni a számukra megfelelő közegben. Jó. Viktor, szeretnél valamit hozzáfűzni? Vagy... Hát ugye most akkor az egyik oldalát mutattuk be a dolognak, abban szerintem mindenki, aki ezzel foglalkozik egyetért, hogy teljesen észszerű az a gondolat, hogy természetes úton eredhetett ez a vírus. Tehát egyre sok példát ismerünk erre a múltból, biztos, hogy a mostani endémiás, hát ha nem is hét, tehát mondjuk akkor endémiásnak, ugye az a négy emberben endémiásnak az a négy vírus tekinthető, és valószínűleg ez a pandémiás mostani vírus lesz az ötödik, ami idővel ebbé kategóriába átmegy. Tehát, hogy ezek is valahogy állatról ugrottak át emberre, és van is elképzelésünk némelyik esetében, hogy ez mikor és hogyan történhetett. Tehát emiatt egyáltalán nincs arról szó, hogy szükség lenne emberi beavatkozásra ahhoz, hogy, hogy elindulhasson egy ilyen járvány, és valóban a legnagyobb kockázatú a potenciális veszélyek, vagy potenciális veszélyt jelentő víruscsoport közé soroltuk a koronavírusokat azóta, hogy az első száz járványt ismertük. Tehát ez, ahhoz kétség nem fér, hogy ez az út, ez egy lehetőség. Ami nem azt jelenti persze feltétlenül, hogy a másik lehetőséget teljességgel ki lehet zárni. És itt, hogy erről beszélünk most, ennek igazából szerintem hát két fontos oka van. Tehát szeretnénk ennek a konkrét járványnak a eredetét minél jobban megérteni, ez nyilvánvaló. És a másik meg, hogy a jövőre vonatkozóan szeretnénk tanulságokat levonni. Tehát amit most erről ki tudunk találni, akkor az segíthet abban, hogy további járványokat elkerülhessünk. És akkor itt lehet becsatolni egy olyan korábbi diszkusziót, ami, ami ugye arról folyt, hogy, hogy mekkora veszélyt jelenthetnek bizonyos típusú kutatások egy, egy egy új járvány elindítására, és szerintem erről mindenképpen érdemes beszélni, akkor is, hogyha, ha most nem ez volt ennek a járványnak az eredete. Jó, és erre vissza fogunk térni, mert itt konkrétan beszélünk majd azokról az úgynevezett gain of function kísérletekről, amelyek hát ebben a Virobi Intézetben is voltak, és amelyek egyébként is ugye tehát megpróbáljuk majd nyilván kifejteni, hogy miért csinálták ezeket, és hogy miért, mi ezekkel a sokak szerint az etikai probléma. Jó, uh, mielőtt ugye most akkor uh, belevágnánk még ebbe a gain of function, megpróbáljuk itt a természetes uh, eredetnek az esetleges uh, módját, útját uh, körbejárni. Itt leginkább azért, mert hogy, mert hogy ugye ahhoz, hogy dönteni, tehát lássuk a valószínűségeket, az el kell dönteni, hogy most van-e olyan bizonyíték a kezünkben, ami miatt azt mondhatjuk, hogy erősen valószínűtlennek tűnik a természetes eredet, vagy hát legalábbis megkérdőjelezhető, ami mindenképpen nyilván segíteni egy mesterséges eredetnek az elfogadását. És amit próbáltam, tehát ugye az egyik dolog, ami, ami, felmerül, hogy honnan ered, legvalószínűbb ugye, hát azt gondoljuk, hogy, hogy az eredeti gazdája ennek a SARS-CoV-2 vírusnak az egy denevér lehetett, a, a konkrétumokat nem lehet nagyon ismerni, tehát amit lehet tudni, és ez, ez egy tegnap előtti preprintből bányáztam elő ezt a talán elég frissnek nevezhető filogenetikai fát, ami ugye a SARS és SARS-2 koronavírusoknak a filogenetikai fája, ugye találtak egy elég közelinek nevezhető vírustörzset Kínában, ami ez a ratg 13 vagy nem tudom, Gábor, jól ejtem -e, vagy mi ennek a, 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 a jó kiejtése, vagy jó, 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 elnevezése, de hát ez, ez áll legközelebb hozzá, ez 96 ami, ami laikusoknak soknak hangzik, kutatók viszont azt mondják, hogy igen, nagyon hasonlít, de hát azért nem annyira hasonlít, hogy ez közvetlenül át tudjon ugorni, és ennek van néhány jellegzetes strukturális különbözősége is attól a vírustól, amiben van, illetve hát itt van itt egy csomó másik vírus, de a legalsó nyolc darabot azt tényleg most tegnap előtt publikálták, amelyek egy kínai elhagyott bányában levő denevérekből, élő denevérekből szedték ki, ami egy tök új vonalnak tűnik egyébként. Tehát nyilván ezek közt nagyon sok hasonlóság van, de jól elkülönülnek azok a vírusok is, amelyekről, és itt látható van tobzoska vírus, meg, meg tényleg denevér vírus is, ami, a, a, ami a legközelebbi rokona annak a vírusnak, ami most ugye lassan, vagy a Viktor is említett, endemikussá válhat az emberi populációkban. Tehát ez a potenciális rezervoárt mutatja, hogy, 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 mi az, amit keresnünk kell. Valahol Dél-Kelet-Ázsiában valami emlős faj, vagy denevér maga, vagy valami, ami érintkezik a denevérrel. Um, és hát ugye a kérdés, hogy, a, hát, hogy van, vannak endemikus koronavírus és hogy mennyire gyakori ez. Én tényleg szerettem volna valami számot passzítani ehhez, de nem tudtam, úgyhogy a legjobb dolog, amit tudok mutatni ezeknek a gyakoriságával, tehát nem endemikusokra gondolunk, hanem csak úgy, hogy átterjed hirtelen egy vírus az állatról emberre. Tehát az elmúlt néhány hónapokban jelent meg két cikk, az egyik az még csak preprint formában a van ami egy disznó koronavírusnak az emberi átterjedését írja le. A másik, és szerintem ez, ez, nagyon érdekes, ez tényleg a napokban jött ki, ami egy maléziai esetet dolgoz. itt mindegyik, mind a két eset több évvel ezelőtt történt, de egy maléziai eset, ahol egy kutya koronavírus ugrik át emberre, ráadásul ennek a kutya koronavírusnak az az érdekessége, hogy helyenként nem is kutya, hanem macska koronavírus, tehát valamilyen rekombinációs eseménynek a, az emlékét őrzi. Tehát, hogy igazából azt szeretném megkérdezni, hogy ti tudtok-e mint nálam az témának felkentebb szakértői adatokat, hogy mennyire gyakoriak az ilyen típusú zoonózisok? Most, ha szorítkozunk csak a denevérekre, már hogy feltételezzük, hogy most megint a denevérek lehetnek szereplők, hiszen ugye mutattad a filogenetikai fán uh -huh. az eddig ismerteket. Mindjárt az eddig ismertekhez mondok, és akkor utána hagyom, Viktort Viktor is megy reagálni, de azért a denevérek körében cirkuláló koronavírusok, ezek a SARS-szerű koronavírusok, így hívjuk őket, vagy szarbekovírus csoport, ez a SARS-béta koronavírus, a többi. Nem is ez a lényeg, hanem 2018-ban például már jött ki egy, egy nagyon fontos cikk egyébként, ahol is Kínában élő emberek vérében kerestek ilyen SARS-szerű koronavírus specifikus antitesteket. Mi látszik? Az látszott belőle, hogy az a bizonyos hártya, ami elválaszt ezektől a vírusoktól minket, az azért számos lyukkal rendelkezik. Mit akarok mondani? Azt, hogy több ember vérében is találtak ilyen reaktív antitesteket, ami azt jelenti, hogy azért, ahogy mondtam is, ezek a koronavírusok folyamatosan feszegetik a határaikat. Ezek a megugrási események azért láthatatlanul, de meg megtörténnek. És csak idő amikor vagy egy jó rekombináns, vagy egy egyéb tulajdonsága miatt emberi sejteket könnyen fertőző variáns jelenik meg, ami meg tudja ugrani még azt a következő létet, hogy bizony emberről emberre is jól terjed. A másik, hogy Azért a megismerés folyamata nagyon hosszú. Hát a sarsnál, a sars hogy 2003-ban volt a járvány, 2005-ben lehetett azt leírni és kimondani, hogy oké, okay, ezek a szarszerű koronavírusokkal, progenitorok, az ősök, amik a patkosorú denevérek körében cirkulálnak, azóta kiderült, hogy világszerte Magyarországon is mindenhol tényleg. Tehát az ember elmegy egy kis guanót gyűjteni, és ha szerencsétlen, akkor csak egy, egy koronavírus ír le, alaphangon meg többet is egy állatból. Tehát azért elég diverzek és elég sokfélék. És 2017-ben jelent meg egy cikk, azt leírták, hogy egy bar belül, pont a sokféleségük miatt, és amiatt, hogy nagyon sokféle van egy helyen, egy ökoszisztémában, egy denevér kolónián belül is ki tudtak alakulni olyan sars -like koronavírusok, amik már képesek voltak megugrani ezt az AC2 receptorkötést emberekben. Tehát csak megint arra akarok kiukadni, hogy azért az az ismeretanyag, ami arra mutat, hogy a természet is képes ilyet generálni, az bőven megvan, de azért kellett jó pár év, hogy ez bőven meglegyen, legyen, úgyhogy, és még mindig tudnak meglepetéseket mutatni, mert azért ez a kutya, macska, rekombináns koronavírus, ilyen vírusos tüdőgyulladásban, ez megint egy új fejezet lehet, úgyhogy bőven van még mit felfedezni, és a legtöbbet meg nem látjuk, ami kint van a természetben, vagy az én szakmám, az én kutatás területem pont erről szól, hogy járjuk a dzsunget, és írunk le mindent, hát a felszín. Persze ki nem más megy el gyakran egy-egy kis guanógyűjtésre a barlandokba, <laughs> <laughs> Igen. Ezért. Viktor, te, te tudsz -e valami konkrétabbakat, ugye, a zónózisokkal kapcsolatban? Hogy... Hát annyit, tehát ahogy Gábor szavaiból is ki lehetett venni, annyit nem tudunk, hogy ehhez megbízható számokat tudjunk rendelni. De éppen az látszik, hogy ha elkezdünk utakodni, akkor egy csomó minden kiderül. Tehát akkor ez egyrészt arra utal, hogy nem is csak a koronavírusok esetén lehet ilyen helyzet. Tehát alapvetően ezt az influenzánál kö... tudjuk, tehát ugye ott, ott nagyon jól feltérképezett, hogy folyamatosan, ugye egy állati rezervuárból szokott átjönni egy egy ilyen vérfrissítés az emberi influenzákból. Igen, de ettől függetlenül, tehát ugye folyamatosan körül vagyunk véve tengernyi kórokozóval, amik közül a legtöbb az nem tud minket megfertőzni, mert másik fajhoz alkalmazkodott. De akkor annak a, annak a gyakorisága, hogy, hogy egy ilyen tökéletlen fertőzést tudjon bennünk okozni egy állati kórokozó, az már nem annyira kicsi csak ezeket általában észre vesszük. Tehát korábban, ne, tehát egy koronavírusnál most kezdtük ezt részletesebben vizsgálni, de más típusú vírusoknál is nézték, tehát tudom én a hívvel rokon retrovírusoknál, vagy másmilyen retrovírusoknál, amik előfordulnak afrikai majmokban, ott is kimutatható, hogy, hogy ez ezekre vadászó afrikai emberek nem elhanyagolható részében kimutatható az, hogy ők találkoztak azzal a kórokozóval, csak nem tudott olyan szintű fertőzést okozni, hogy egy másik emberre átterjedjen. Uh -huh. Tehát ez, hogy kóstolgatnak minket a kórokozók, ez egy folyamatosan zajló folyamat. Valószínűleg másmilyen kórokozókra is igaz, csak a legtöbbször nem lesz belőle baj. És akkor ehhez hozzájön azt, hogy a koronavírusok viszont ebben a nagy-nagy társaságon belül úgy tűnik, hogy magasabb kockázatot jelentenek az átlagnál. Tehát a legtöbb korokozónak soha nem sikerül ilyen nagy ugrást megtenni egyik gazdafajról a másikra, és akkor vannak olyan csoportok, amik erre hajlamosabbak. És nem véletlen, hogy ezeket látjuk, tehát az influenza az egyik ilyen, ami emlősök között, sőt madarak és emlősök között tud ugrálgatni, vagy legalább géneket cserélgetni. És úgy tűnik, hogy a koronavírusok is különösen alkalmasak erre. Tehát ezek a példák, amiket most előkapirgálunk, illetve hát volt egy tanulmány, ami konkrétan denevérek közében néztem meg, hogy viszonylag gyakori az egyik fajra a másikra ugrás. Á, tehát ők, ők úgy tűnik, hogy ne kevésbé válogatósak ami részben annak is lehet köszönhető, hogy ezek a receptorok, ezek a sejtfelszíni fehérjék, amiket szeretnek használni a sejtekhez való kapcsolódáshoz és fertőzéshez, ezek olyanok, amik, amik kicsi változatosságot mutatnak a, a gazdafajok között. Tehát az egyik nagy ugrás az az, hogy, vagy egyik nagy gát, hogyha ezek a kapcsolódáshoz használt fehérjék más milyenek, és hát persze emellett még egy más védelmi vonalaihoz is alkalmazkodni kell a, a gazdafajnak, de ők ezzel már eleve előnyben vannak. Tehát az, hogy, hogy, hogy valami faj csinál, valami vírus csinál ilyen hirtelen átúrást emberre, akkor ott ezen belül nem meglepő, hogy most egy koronavírust látunk, mint ahogy nem meglepő, hogyha egy új influenza vírust látunk. Tehát ilyen értelemben ez a valószínűség így, így relatíve magas. Most hogy akkor abszolút értékben mekkora, az egy teljesen más kérdés. Tehát abszolút értékben, és hát ez, 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 rögtön, rögtön abban jó. Tehát abszolút értékben biztos, hogy itt is kicsi azért az esélye annak, hogy, hogy egy új ilyen endémiás korokozó kialakuljon, hiszen ebben a vírus óceánban élünk folyamatosan, és ennek ellenére mondjuk volt ez a négy endémiás náthavírus. Tehát látjuk, hogy azért nem évente jön egy új, és az hú, sikeresen megtelepszik az emberben, bár ehhez hozzá lehet tenni azt, hogy ezek egymással is valamilyen szinten versengenek. Tehát az influenzánál például azt látjuk, hogy egyszerre egy, kettő, három lényegesen eltérő Leszám, vagy mondjuk genetikai vonal lehet jelen a populációban, az emberi népességben, és akkor jön egy új sikeres, akkor egy korábbit kiszorít. Tehát a koronavírusoknál is van olyan, hogy az immunválaszunk nem csak az ellen jó, amivel éppen találkoztunk, hanem egy másik törzs ellen is. Tehát ha jön egy új, amelyik sikeresen elterjed, az kiszoríthat egy korábbit. Úgyhogy egyáltalán nem, azt meg ilyen értelme nincsen adatunk megmondani, hogy a négyen túl, mondjuk az elmúlt évezredekben hány olyan törzs volt, amelyik átmenetileg sikeres pandémiás, aztán endémiás korokozóvá vált be, és eltűnt. De szóval most négyet látunk, és akkor van, amelyiknek 19. századra becsülik a, az eredetét, van, amelyiknek a, a középkorra. Most éppen olvastam egy kínai történetet, a vízparti történetet, és úgy kezdődik, 11. századból idéz egy esetet, amikor, mint a mennyei oltalom, negyedik esztendejében jött egy új, új járvány, amelyik amelyik a fővárosban és környékén óriási pusztítást okozott, aztán az országban szétterjedt, és akkor a császár szaladt áldást kérni, hogy, hogy megszűnjön a járvány. Tehát lehet, hogy pont ez a 11. századi járvány volt mondjuk az egyik koronavírusnak a, az, az, őse. Ugye van egy, amelyiket kb. 800 évesre becsülnek. Hát ugye egyébként, amit mondasz, az még vírusokon belül is, tehát ugye nyilván ahogy például a brit variánsnak nevezett ugye vonal elterjedt és kiszorított minden mást, azt lehet látni, hogy tényleg ez a, ez a fajta ugye evolúciós versengés nyilván különös, különböző koronavírus génszekvenciák, vagy allélok, vagy nem tudom, hogy, hogy, mi a helyes megnevezés, ezt majd Gábor csúnyán kiavít, közt is folyamatos. De, de most, hogy, hogy, hogy ezt mondtad, tehát azt olyant látunk gyakran, hogy átterjed mondjuk egy állatról egy emberre, de hogy emberben is sikeresen fennmaradjon, de ahhoz ugye kellenek még paraméterek. És hát az egyik dolog, ami, ami ugye itt forró pontá vált az elmúlt hetek diskurzusában, az egy bizonyos furin hely. És akkor most lehet, hogy, hogy most akkor Viktorral kezdem, hogy, hogy, hogy a, mert nyilván te már másfajta vírusok leírásakor már találkoztál ezzel a dologgal, hogy magyarázd el hogy most akkor a hallgatóinknak, vagy nézőinknek, hogy, hogy, mi az a furin hely, és miért izgalmas ez. Hát ezt szívesen elmagyarázom, de ha már van egy valódi virológus a körünkben, akkor én örömmel átengedem Gábornak. A, ugye ez a furinhely, amivel, amivel a legtöbbet találkozok én is most a, ebben a diszkuszióban, amit most mi is folytatunk. De a végére hagyom a csattanót meg amit a véleményem. A lényeg, hogy ez a bizonyos hely kell ahhoz, hogy ha nagyon egyszerűen fogalmazok, megfelelően aktivizálja ezt a bizonyos tüskefejért, nevezetesen hasítsa a megfelelő helyen, és ez segíti hozzá a vírust ahhoz, hogy rendkívül hatékonyan és jól tudjon emberi sejtekbe bejutni, ráadásul ott bent is már ez megtörténik, intracellulárisan is, ez a furin ezért különleges és emiatt még hatékonyabbá teszi a vírusnak a replikációját, szervezeten belül és a terjedését. Ha nagyon egyszerűen fogalmazunk, akkor erről van szó. Ez gyakorlatilag, most annélkül, hogy belemennénk a molekuláris biológia alapjaiba, de ez egy, ez egy aminosabb motivum a szekvenciájába ennek a génrégiónak, és ezt teszi ezt lehetővé. És tehát a szerintem fontos hozzá tenni, hogy a furin az pedig egy olyan enzim, egy proteáz, ami, ami gyakorlatilag az egész szervezetünkben jelen van. Igen. Tehát, hogy, hogy ugye praktikusban körben elérhető, a, így van. A vírus szempontjából praktikus egy olyan enzimre bízni ezt a fontos hasítást, amitől ez az aktivitás bekövetkezik, ami a gazda szervezetben széles körben elérhető. Egyébként ugye a furinnak van valódi funkciója is, különböző ugye fehérjéket tud általában aktiválni, és csak azért van itt ez az ábra, hogy látsz, látszódjon, hogy ugye nem feltétlenül furinra kell ezt kihegyezni, hanem a sars, eredeti sarsvírus, ott ugye egy katepsin hasító hely volt, ami hasonló ugye, enzimet kell elképzelni. Tehát fontos, hogy valahogy kialakulja egy ilyen hasítás. És hát a, a, a Ugye azt még fontos az hogy azért került elő ez a diszkusziókban, mert hogy a legközelebbi leírt denevér ilyen SARS-CoV-2-szerű vírusokban ez a furin hely nincs ott. Tehát ugye mindenki azt mondja, hogy itt van egy adaptáció, vagy hát nem tudjuk, hogy adaptáció, de mindenképpen egy olyan szekvencia, ami sikeressé teszi ezt a vírust egész biztos, és hogy a legközelebbi természetes uh, szekvenciákban ezt, ezt nem, nem, lehet látni. Viktor? Szerintem ez Kimerítettük? Ezt? jó. A lényegi, érdem, lényegileg kimerítettétek. Tehát az, annyira pici ez a motívum, hogy az, Itt hogy ez megvan, igen. igen. tehát az, az, hogy ez megvan két vírusban, az nem a közös eredetnek a bizonyítéka. Vagy nem annak a bizonyítéka, hogy ezt most átemelték egy másik vírusból, ahol ez megvolt. Egy ilyen picike motívum gyakorlatilag nulláról is ki tud alakulni. tehát ez, ez nem, nem, jelenti azt, hogy ennek feltétlenül valami speciális magyarázatra van szükség hozzá. És, és, más, más valóban endogén koronavírusokban szintén ott van. Tehát ez egy nagyon, hogy mondjam, ha egy adaptációként kezeljük, akkor egy nagyon kézenfekvő adaptáció egy vírus szempontjából, sőt, és akkor ez az, ami már nyilván hozzád is kapcsolódik, hiszen te, te eredetileg, vagy hát leginkább hív vírusokkal foglalkoztál, tehát ez egy olyan típusú dolog, amit, amit ott is fel lehet fedezni, tehát egy ilyen furinhasító helyet sőt, ugye, hát számos másik vírusban. Tehát, hogy, hogy ugye itt csak azt próbál, Lom én a magam kicsit elfogult módján bemutatni, hogy, hogy az a része a diszkusziónak, hogy hirtelen megjelenik egy vírusban egy furin hasítóhely, az nem egy ördögtől való dolog, ilyent már láttunk más vírusokban, vagy koronavírusokban konkrétabban is. Jó. É, az, egy, az egy érdekes dolog általánosságban, tehát egy kicsit kizumolunk a furinból, hogy amikor megnézzük ezt a hasonlóságot a benevérvírusokhoz, a legközelebbi rokon az 96 vagy 97 százalékban mutat hasonlóságot, egy azonosságot most ennek a pandémiás vírusnak a genomjával. Viszont van egy régió, ahol, ennél, ahol ahol, különböző képet látunk. Pont az a régió, amelyik meghatározza azt, hogy, hogy milyen sejteket tud fertőzni. Itt nagyobb az eltérés. A legközelebbi ismert denevér vírus, meg a mostani emberi vírus között. Tehát itt az emberi vírus más fajta koronavírusokra hasonlít. Jobban például a Topzoska nevű furcsa emlősökben talált koronavírusokra, amiknek ezek a sejtfejszínű fehérjégi hasonlóbbak az emberhez, és akkor gyakorlatilag ez az eltérés teszi lehetővé azt, hogy, hogy ez a vírus az emberi sejteket hatékonyan tudja fertőzni. És akkor ennek a, ennek a furcsa mintázatnak a, a, a magyarázatán is ugye lehet gondolkodni. Tehát a, a Visszadom neked szívesen a szót. <laughs> nem, nem, csak mert hát ez most már kicsit ide jön, tehát hogy van kétfajta uh -huh. magyarázata, van. nyilván azért vagyunk itt, mert kétfajta magyarázata van, hogy hogyan jön létre ez a, ez a hasítóhely, és nem hagyom én, hogy mondja, Viktor nyugodtan. Csak feltettem az egyik magyarázatot. Jó, tehát voltaképpen természetes úton is kétféle magyarázata lehet, tehát hogy Gábor mondta, ezek a vírusok eléggé hajlamosak rekombinációra, ami azt jelenti, hogy két nem közeli rokon vírus, hogyha sikerül neki megfertőzni ugyanazt a sejtet, és hát akkor arról is beszéltünk, hogy erre koronavírusok különösen hajlamosak, hogy eleve tudjon esetleg alacsony hatékonysággal egy másik fajból jövő vírus megfertőzni egy sejtet. Tehát, hogyha van ugyanabban a sejtben jelen kétféle koronavírus genomja, akkor előfordul az, hogy a másoló enzim nem az egyiket másolja végig, hanem róla, és a másikat folytatja, és akkor így így a rekombinációval kialakulhat egy olyan mozaik vírus, ami két különböző, nem közeli rokon koronavírusból tartam az elemeket. Tehát az egyik lehetőség arra, hogy egy ilyen mintázat létrejöjjön, hogy ténylegesen volt egy, egy vírus, ami ez a denevér vírushoz hasonlított, és egy másik, most még nem feltétlenül azonosított vírus, amelyiknek pont a sejtfelszíni kapcsolódást biztosító régiója, az az olyan volt, hogy az emberi sejtek fertőzését lehetővé teszi, és hoppán megtörtént a rekombináció, ez egy ilyen makromutáció, ugrásszerű evolúciós eseménynek tekinthető, és akkor így létrejött. Tehát nem kiszárható, hogy, hogy egy ilyen eredet legyen a háttérben. A másik viszont, hogyha ha van egy, egy, olyan vírus, ami, ami meg tud fertőzni egy új gazdafajt, de ott egy picit más ez a sejt sejtfelszíni fehérje, tehát kezdetben alacsony szintű volt az alkalmazkodást, azt mondjuk lehetővé tette, hogy elkezdjen alacsony szinten szaporodni. Onnantól egy nagyon erős szelekciós nyomás van rajta, hogy pont ez a kulcsfontossági régió elkezdjen alkalmazkodni az új gazdafajhoz. Tehát egy ilyen friss gazdafaj váltás után is azt láthatnánk, hogy azok a régiók, amik a legfontosabbak, különböző gazdafajok fertőzési képességében, azok gyorsabban kezdenek el változni, mint a többi régió, és akkor úgy is kialakulhatná elvileg egy ilyen mintázat. Tehát ez, ez a, 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 akár természetben is többféle úton. látjuk ha. is, nem? Tehát, hogy ezt látjuk a mostani vírus evolúciójával kapcsolatban is, hogy vannak régiók, amelyek változékonyabbak, ahogy az emberekben szaporodik ez a vírus folyamatosan. Tehát, hogy valamint ezt, a, ezt az általad második természetes eredetnek emlék, említett dolgot. Szóval, hogy ez, ez az, amiért variánsokról beszélünk folyamatosan. Igen. Jó, és akkor gyorsan itt, itt, itt a bekészített dolgaimat megmutatom, és akkor térünk át a másik magyarázatra. Tehát az egyik dolog az, hogy, hogy itt, és ez csak azért ezt a cikket emeltem ki, mert, mert nyilván mások fajta cikke van, ami leír ilyen potenciális rekombinációkat, de ez egy konkrétan, ugye a Buháni Virológiai Intézet munkatársai által jegyzett 2017-es cikk a Plus pathogens ahol különböző ilyen vírusokat próbálnak felgöngyölíteni, hogy azok mennyire rekombinációs eseményeknek az eredményeként jöhettek létre, és hát ami, ami tulajdonképpen itt mind a két oldalt, ugye alul van az A és a B részen is, az az, hogy, hogy milyen rekombinációs eseményeket valószínűsít az ő modellezésük, mert ugye nem, lehet, tehát nem lehetett kimutatni egyértelműen, hogy, az eredeti vírusokat megtalálni, de hogy ők valószínűsítik, hogy ők találtak különböző vírusokat, és vannak olyan vírusok, amelyek a többieknek a rekombinációjából jöttek létre, és nagyon gyakran hát egy az az S fehérjéről, most már mindenki hallott a spike fehérjéről, mert ugye ez az, amivel a vírus konkrétan rá tud kötődni az emberi sejtekre. Azt lehet látni, hogy nagyon gyakran ezek környékén vannak ilyen rekombinációs események. És még egy ilyen érdekesség, hogy például, hogyha megkeressük azt a szekvenciát, vagy a mai, mai ismert szekvenciák közül, hol van, olyan szekvencia, ami nagyon hasonlít arra a furin kötőhelyre például, amit, 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 most itt már emlegettünk, akkor például látunk macska koronavírusokat, ahol nagyon-nagyon ahol kicsi különbségek vannak. Tehát, hogyha csak azt a rövid szekvenciát keresik, ami persze, a genetikus szemszögéből nézve mindig egy hiba, mert soha ne rövid szekvenciát akar keresni, mert minél rövidebb a szekvenciát, annál nagyobb az esélye, hogy találsz valamit, ami nem biztos, hogy biológiai jelentőségű. Na de ugye, ha már itt előjött, tehát itt van ez a, ez a cikk, ez a 2017-es cikk, ez azért is érdekes, mert ebben a cikkben tényleg csinálnak olyan kísérleteket, hogy nem a természetből próbálják leírni azt, hogy hogyan történhetett egy ilyen rekombináció mondjuk az S fehérje környékén, hanem megpróbálják maguk is modellezni. Használjuk ezt a szót, és hát itt van egy, legalább egy olyan nagy grant, ami ezt a fajta munkát támogatta, ugye ezt az NIH próbálja feltérképezni, tulajdonképpen az Understanding the Risk of, risk of the Coronavirus Emergence, hogy mennyire kell odafigyelni a denevér koronavírusokra, és ennek a keretén belül történt egy, egy ilyen fejlesztés, ez megint csak ugye ez a Wuhani Virológiai Intézet munkatársai által végzett vagy jegyzett cikkből van, egy, 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 évvel korábbiból, de ebben a 2015 es cikkben is ezt használták, mindjárt mutatok képet is erről. És hát itt az látható, hogy ők képítettek egy olyan bakteriális, mesterséges kromoszómát, ami tartalmaz egy teljes koronavírusra való Mármint, hogy mindenféle gént, nyilván egy teljes koronavírus felépítéséhez hasonló használatos összes szekvenciát, és itt azt írták le, hogy hogyan klónozták össze a különböző darabokat, hogy ez, ez mind meglegyen. És a felütés az az, hogy ők ezt arra akarják használni, ezt a viv egynek nek nevezett szekvenciát, hogy megértsék, hogy mi történik, ha ebben kicseréljük a pont az S fehérjét kódoló részeket. Jó, jól mondom, vagy, vagy van-e valami hozzáfűzni valótok? Nem, akkor ezt egyelőre a csendet azt annak tekintem, és itt van egy konkrét cikk, ez amit, ugye vita van egyébként is erről, hogy különböző embereket kérdezve, hogy ez gain of function, vagy nem gain of functionnek nevezhető kísérlet, de itt konkrétan ugye azt jelöli az ábra, hogy ebbe a viv egy vektorba beletettek más vírus izolátumokból származó S fehér szekvenciákat, és azt nézték, hogy ez a Vero E6 nevű sejt vonalat mennyire hatékonyan fertőzi. És ugye Gábor például ti, ti, azt hiszem konkrétan dolgoztatok, hogy dolgoztok is még mindig Vero E6 sejtekkel, szóval hogy ez, ez egy bevett, mármint hogy a metodológiának az a bevett része, hogy koronavírusokat megpróbálnak fertőzni ilyen sejteknél. A Vero e hát ez egy rendkívül általánosan elterjedt sejtvonal világszert, tehát nagyon-nagyon sok mindenre használják. Ez egyébként egy majom eredetű sejtvonal, nagyon egyszerű föntartani, nagyon szeretik a laborba használni. A koronavírusoknál egyébként épp a wuháni labor nyitott egy olyan új utat, hogy a szarszerű koronavírusoknál is rájöttek, hogy pontosan hogyan lehet jól adaptálni erre. Elég sok munkájuk volt ebbe, hogy megértsük, hogy hogy működik ez de mindjárt beszélünk még róla. Lényeg, hogy ez egy nagyon általános sejtvonal. Jó. És hát ugye ez, tehát tulajdonképpen ezek a kísérletek azok, amelyek most a diskurzusnak a mesterséges eredet részét hajtják. Tehát ugye két, két eleme van, bocsánat, akkor hozzáteszem most a furin helyet, azt, azt szerintem ezt hagyjuk, mert ez valószínűleg egy, mindenképpen egy ilyen, Strowman, ahogy mondják az angolok, tehát hogy az, 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 az a legkönnyebb elképzelni, hogy, hogy, hogy hogyan jöhetett létre. Tehát a lényeg, hogy ha elolvassuk akár a, a, Wade cikket, a Nicholas Wade cikket, vagy, vagy, vagy belehallgatunk már ilyen beszélgetésekbe, hogy nem találtuk meg a természetben 15 hónap eltett, nem találtuk meg a legközelebbi e, vírus, tehát amit találtunk ugye az arra a TG13, aminek a hasonlósága azt mondja, hogy az 20-50 évvel ezelőtt kellett közös őst e, e, kellett közösülse legyen a ma terjedő SARS-CoV-2 vírussal, illetve tudjuk, hogy Wuhanból eredt a járvány, vagy valahol külön környékéről, tehát az első eseteket Wuhanból jelentették, és ott van egy laboratórium, ahol dolgoznak, tehát próbálják megérteni pont azt, hogy mi kell ahhoz, hogy a koronavírusok átterjedjenek emberre. Ugye ez a, ez a narratíva. Tehát, hogy, hogy ez az, ami, ami sokak szemében gyanús, illetve elképzelhetővé teszi azt, hogy valami hiba történt a laborban, és ennek következtében egy, egy zónózis alakult ki. Szerintem azt még a mondjuk a 18 kutató, aki azt a Science levelet jegyzés, ők sem állítják, hogy itt egy szándékos biológiai fegyverfejlesztés volt. A kérdés nyilván leblik, hogy valaki valamit egy laborban elrontotta. -e. Mennyire gyakori lehet egy ilyen, egy ilyen leblik, meg egyébként a lehetősége, Gábor? Tehát te, dolgozol egy, egy, pont egy hasonlóan szigorú virológiai laborban, te hogy látod, hogy ez megy, mennyire van ennek potenciális lehetősége, mennyire kell odafigyelni? Figyeljetek, százalékot nem lehet mondani. Nyilvánvalóan emberek dolgoznak ezekben a laboratóriumokban. Nyilvánvalóan mindenki látta az HBO nál a szuper Csernobyl sorozatot. Tehát ugyanerről beszélünk, emberek dolgoznak ugyanakkor. Nagyon komoly hagyomány alakult ki ezeknek a laboratóriumoknak. Most ha csak Kínára vetítjük, akkor Kínánál ugye nem is olyan rég, pár éve éppen a Nature hasábján jelent meg egy véleménycikk, hogy Kína öt új ilyen nagy labort épít, és hogy vajon minek kell Kínának ennyi ilyen BSL négyes labor. Ugyanakkor ott volt az is, hogy francia segítséggel, francia rendszer alapján, jó tréninggel, stb. Minden oldalról meg lehet támadni, és nyilvánvalóan butaság lenne azt mondani, hogy nem zárhatók egy leblik illetve hogy kizáradom egyből a lebliket, mert nem tudom kizárni, de ismerve ezeknek a laboroknak a működését, nagyon komoly szisztémák, rendszerek és szabályozások vannak, oké, erre szokták mondani, hogy jó, Csernobilban is volt, bum. Tehát ez az a fajta diszkusztia, aminél anélkül nem lehetünk okosabbak, hogy ne tudnánk oda menni és vizsgálódni, és saját szemünkkel látni totális transzparenciával mindent. Ugye ez most még ami hiányzik, és ez az, ami főként fölverte ezeket a hullámokat, és az az, amit sokan félreértettek, hogy jó, 18 nagy kutató írta ezt, a 18 nagy kutató éppen erre céloz, legalábbis nekem jól átjött, hogy oké, okay, srácok, tudományosan valóban nem mondhatjuk, hogy kizárható, mert nem zárhatok ki a labor eredet, de mindent vizsgáljunk alaposan, transzparensen, mindenre kiterjedően. És itt van, ahogy a, ugye át a kínai államaparátus nem feltétlenül volt segítőkész például a WHO-nak a saját kutatóival sem, tehát túl kevés idő volt hagyva arra, hogy... Hát figyeljetek, hogy... Itt, 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 hívtuk meg, mert itt ülünk kutatóként, nem politikusként, és innentől a politika talaján zajlik az, hogy ki mit enged a másiknak, ki kit vádol, mivel, tehát amivel kezdtük, hogy akkor jó, akkor kínaiak visszadobták az amerikaiakra, jó, ti csináltátok és hoztátok ide. Nagyon nehéz ezt tudományos szemmel véleményezni, Mégis a tudósnak azt kell mondani, hogy igen, ezeket látjuk most, és tök jó, hogy erről beszélünk, mert most mi elmondjuk a folyamatokat, amik alapján lehet gondolkodni, Na, de mégis az evidenciákig eljutni, hát ez egy nagyon kemény és rögös út, de még a természetes eredete is. Ja, Tehát itt, itt kicsit érdemes el, eltávolodni a, a, a konkrét kérdéstől, ezt így általánosabban megnézni. Ugye 2012-13 környékén, volt egy nagy vita, amikor a koronavírusok, hát mondjuk már túl voltunk a, az első száz járványon, de nem ők voltak a, figyelem középpontjában. Ugye akkor éppen, éppen a modár influenza aktuális történetől, és a modárinfluenza, influenza idézőjelbe teszem, mert rengetegféle influenza van madarakban, az szóval időnként fölüti a fejét egy olyan változat, ami madarakban nagyon súlyos betegséget okoz, nagyon-nagyon terjed, és akkor időnként átterjed emberre is, akkor fölmerül, hogy vajon ez lesz a következő súlyos pandémiás influenzának az őse. És akkor itt is fontos a monitorozás, hogy próbáljuk ennek a rizikóját minél jobban felmérni, hogy tudjuk legjobban elkerülni. Na de akkor ennek a fajta kísérletnek a kapcsán, vagy ennek a fajta vizsgálódásnak, vagy monitorozásnak a kapcsán, ott is végeztek olyan kísérleteket, ahol megpróbáltak előre föltérképezni, hogy vajon mi az az adaptációs útvonal, amivel egy mostani madárvírus képessé válik arra, hogy emberben hatékonyan terjedjen. Na és akkor most, most, lépünk át az ingoványos talajra. Ugye ez olyan típusú kísérleteket jelent, hogy én laborban létrehozok így vagy úgy olyan törzseket, influenza vírusból csinálták ezt akkor, ami elindul az emlős felé a való alkalmazkodás útján. Tehát konkrétan akkor csináltak is három független ilyen kísérleti vonalat. Volt, ahol egyszerűen passzázsolták, tehát mesterséges körmények között szelektálták arra a vírust emdősejt sejtvonalon, hogy képes legyen ezt fertőzni. Volt, ahol genetikai manipulációval is hozzásegítették, hogy hát azt gyanítom, hogy e ilyesmire lenne szükség, akkor mi történik. Á, tehát ez, ezzel a fajta kísérlettel létrehozok egy olyan vírust, ami már közelebb áll ahhoz, hogy az emberben hatékonyan terjedjen, és akkor ez ott lesz. Tehát van egy hipotetikus lehetőség, hogy talán ezek majd alkalmazkodnak maguktól, és ezt szeretném előre tudni, hogy vajon hogy fog történni, és ezzel szemben áll az, hogy én létrehozok egyet ilyet ténylegesen a laborban. És akkor az óriási felzúdulást keltett, és az a tábor a kutatók között, aki az ilyen kísérletek teljes betiltását sürgette, és én velük értek egyet. Ők azt mondják, hogy sok évre visszamenőleg, ha összegyűjtjük, akkor látjuk azt, hogy a legjobban őrzött, legjobb biztonsági előírásokkal rendelkező laborokban, és időről időre történnek olyan esetek, ahol egy-egy kórokozó kiszabadulhat. Tehát ezt nem lehet elkerülni. Ennek nem, hogy nem nulla valószínűsége, hanem ténylegesen szinte minden országból lehet ilyen eseteket összegyűjteni. Vagy mondjuk a, olyanok is voltak, amikor, amikor mondjuk antrax spórákat találtak jelöletlen Támém, kém én, kémcsövekben valahol. fekete himlőre emlékszem, hogy az eltűnt a leltárból, valami nagyon régi fekete himlő látom, pedig ugye az elvileg csak két-három helyen van már a világon, hiszen ugye azt és elvileg sikeresen kiírtottuk, de hogy igen, tehát hogy... Ez... Hát ez, ez nem rémlik, de olyan konkrétan volt, amikor laborban megfertőződött valaki fekete himlővel, azután, hogy már eradikálták a világot és meg is halt, tehát, á, időnként ilyenek történnek. És hogyha létrehozunk egy olyan törzset, ami embert képes fejtőzni hatékonyan, még a világ népességnek nincsen semmilyen immunitása, akkor erőteljesen tűzzel játszunk. Tehát ennek a kockázatát nem lehet, mondani, hogy nem lehet semmi máshoz hasonlítani. Tehát elrontunk valamit, még egy lesz egy Csernobilunk, az is csak egy ország részt tesz tönkre, hogyha egy globálisan terjedő korokozót kiengedünk, ezt nem tudjuk visszagyömöztölni a palaszba, az az egész világon problémát okozhat. Tehát itt a potenciális kockázat, még hogyha a rizikó kicsi is, az a, az a tragédia, amit okozhat, annyira óriási, úgy az egésznek abban a sértményben, hogy ne csináljunk ilyet, hatalmas súly van. Uh -huh. És akkor a másik oldalán van az, hogy mit nyerhetünk vele. Tehát egyelőre konkrétan az influenza esetén nem nyertünk vele semmit, hiszen ezek a madárinfluenzátörzsek eddig nem okoztak emberi emberi járványos terjedést. Lehet, hogy majd fognak de abban egyáltalán nem lehetünk biztosak, hogy ez így lesz, akkor pont azt az evolúciós útvonalat találják meg, ami nekünk a laborban kijött, mert nem egyetlen útvonal lehetséges. Aha. Most a koronavírusok esetén is hasonló kísérleteket úgy tűnik, hogy valamilyen szinten végeztek, nem feltétlenül voltak ezek olyanok, hogy ténylegesen emberi terjedést lehetővé tegyen. De ezek a kísérletek nem voltak teljesen betiltva, tehát Amerikában a 2012-13-as hát diskurzus után egy átmeneti moratóriumot vezettek be, tehát tiltást az ilyen kísérletekre, de ezt később feloldották, tehát újra ilyenekre lehetőség van. És akkor szerintem az, hogy most itt beszélgetünk, meg ilyen sokan beszélgetnek erről a kérdésről, az nem csak azért fontos, hogy konkrétan ez a mostani vírus vajon laborszökevénye vagy sem hanem hogy ha nem laborsz kevény, tényleg természetesen terjedt át állatról emberre, akkor is ezek a kísérletek annak az esélyét növelik, hogy, hogy emberi hogy, hogy elindulhasson egy ilyen járvány, és akkor annak a hátterében pont a, ez a kutatási tevékenység legyen. De szerintem ennek azért van értelme, mert, mert talán ez elvezethet oda, hogy ezeket a kísérleteket a jövőben még sokkal szigorúbban vesszük és nem tudom egyébként erről Gábornak mi a véleménye, tehát én, én emberi könnyen kotyogok itt bele kívülről, de akik ezzel, tehát akik közelebb vannak mondjuk az ilyen típusú kutatásokhoz, tehát te mondjuk hogy gondolkodsz erről, hogy... Ugye, sziklaszilárd az érvelésed, és balgaság lenne azt mondani, hogy egyet lehet érteni, egy olyan gain of function pedig valami létrehoz egy olyan vírus, amit a természet nem tudna ránk hozni. De ez sem fekete és fehér. Azért azt le kell szögezni, hogy ezek nélkül, a laboratóriumok nélkül nem véletlenül jöttek létre a magas biztonsági szintű laboratóriumok. Nem tudnánk tanulmányozni az olyan vírusokat, mint az ebola vírus. Nem tudtunk volna annyit a tüskefehérjéről most a koronavírusoknak, ami segített volna nekünk abba, hogy 10 hónap alatt vakcina lehessen. A 10 hónap alatt vakcina az nem csak annak az érdeme, hogy volt egy szuper vakcina technológia, nevezetesen ugye az MRNS technológia, amiben most zárójelben megint mondom, hogy azért sok év van még előtte, hanem az is benne van, hogy nagyon sok olyan tanulmány ment a tüskefehérjével, meg a MERS koronavírusnak a felszíni fehérjével, ami megmutatta, hogy egyáltalán hogy kell ezekhez közelíteni immunológiai szempontból, hogy kell azokat úgy stabilizálni ebben a bizonyos prefúziós konformációban, hogy használható legyen később vakcinának. Tehát sok-sok év volt benne, úgyhogy ez megint olyan, hogy igen, a gain of function veszélyes, és a gain of functionnél, és maximálisan veled tudok egyet érteni, nagyon nincs arra szükség, hogy humán influenza vírust varázsoljunk egy madár mert lehet, hogy hoz hasznot. De itt is meg kell találni a fekete és fehér közti árnyalatokat. Tehát lehet, hogy van olyan gain of function study, ami megfelelő transzparenciával, jó kontrollálással olyan információkat hozhat, ami bizony segíthet. Nyilvánvalóan ezt megítélni nagyon nehéz. Ugyanakkor vitatni ezeknek a laboroknak a létjogosultságát, az is balgaság, hiszen egy csomó olyan vírus van, amihez közelíteni se tudnánk megfelelő biztonsági körülmények nélkül. Ez most ugyanaz, hogy Csernobyl is rossz volt, de csak az atomenergiát azért használjuk nagyon nehéz itt vitába szállni, és nagyon könnyű hétköznapi emberként a szélsőséges nézetek felé kacsingatni. Úgyhogy valóban a gain of functionnek tudományos szinten is van egy, egy vitás vonzata, nem is véletlenül, és nagyon helyesen, de azért nem minden gain of function, és balgaság lenne ezekkel a laborokkal egyébként összemosni. Most ezt a saját védelmünkbe is mondom, mert egyébként alapvetően a legtöbb ilyen labor nem foglalkozik gain of function study főleg a influenzás óta. másrészt pedig a legtöbb labor belátja, hogy erre nem biztos, hogy szükség van. Na most majd, hogy ezt most hogy fűzzük rá itt a koronavírusos témára, az megint egy más kérdés, mert nagyon nehéz még utólag is megmondani, hogy egyébként bocsi, de melyik érte meg. És nagyon nehéz azt is megítélni, hogy azok, akik akkor végezték, mi alapján végezték. Mert egyébként lehet, hogy egy alternatív univerzumban meg is érhette volna. Ezt nagyon nehéz megítélni. Nagyon. Hozzá, nem. Mondja csak, Viktor. De az teljesen igaz, és remélem, hogy nem is gondoltad, hogy én összemosom. És amiket mondtál példákat, hogy ezek hasznosak voltak a mostani felkészülésben, azok nem gain-of-function kísérletek voltak. Minden. Tehát ugye most már ismert volt az első SARS járvány vírusa, ismert volt a MERS vírus, ezekkel lehet, mint kórokozókkal kísérletezni, anélkül, hogy egy gain-of-function kísérletekkel előálltanunk egy még újabbat. Vagy amikor azt mondod, hogy a prefúziós konformációt nézzük, ez teljesen, ugye fertőző vírusmentes rendszerben lehet akár Na, egy fehér a laborhoz kötöttem, dolgozni. de ezt mindenképpen a laborra hangsúlyoztam, hogy ezekre a laborokra ezért van szükség, hogy ilyen szádikat tudjunk csinálni. A gain of function megint egy más téma. Tehát itt mondtam is, hogy én abszolút veled értek egyet. Itt azért egy nagyon komoly kontrollnak, transzparenciának kellene lenni. Pontosan azért, hogy az olyan beszélgetéseknek már ne kell megtörténnie, mint ez a mostani. Akkor szerintem egyet, egyet értünk alapvetően, és akkor az eddigi Gain of Function kísérleteknél nem nagyon lehet egy ilyen szintű á, igazolást adni. Ugyanakkor a, a laborokban arra szükség van, hogy a már ismert vírusokat vizsgáljuk, csak ne csináljunk olyan kísérleteket, ami ezeket direkte alkalmasabbá teszi arra, hogy emlőssejteket sejteket, vagy akár emberi sejteket fertőzzenek. Annyit most, meg virológusként, azért hozzátennék, hogy megint csak az, hogy nem fekete és fehér, mert azért vannak olyan genofunkcionáldik, aminek lehet létjogosultsága. Mi van, hogyha az összes koronavírus, amit eddig ismerünk, képtelenség tanulmányozni laborban, mert nem tudom a vagy sejtvonalon izolálni. Nem tudok vele dolgozni, nem tudok róla semmit megállapítani, mert csak a genetikai szekvenciáját ismerem. Lehet, hogy tipegni érdemes, nyilvánvalóan fejestugrani és létrehozni egy szuperhumán patogén vírust, annak nem biztos, hogy van értelme. De ahhoz, hogy mondjuk a kísérletekben lehessen előre haladni, annak lehet, hogy nagyon is van. Mondjuk Köszön. az én ben még mindig afelé húz, hogy ezt a sok pénzt, amit ennyi gain-of-function study öntöttek a koronavírusok esetén, adhatták volna olyan srácoknak, mint én, hogy felfedezzünk még több koronavírust a természetben, hogy legalább jobb képünk legyen már most, hogy honnan jöhetett ez a mostani. De nem ez történt. Arra kevesebb pénzben. Én még csak annyit tennék hozzá itt a nézők számára magyarázatot, hogy ugye ez, ez volt az egyik dolog, amiért ez a, ez a, ez a bakteriális mesterséges kromoszóma létrejött. Ugye nagyon nehéz volt fenntartani koronavírusokat korábban, hogy ők egy ki kell találjanak egy ilyen mesterséges kifejezési rendszert, ahol ezt a RNS, hosszú RNS molekulát, ami a koronavírusnak a genomját tartalmazza, ki tudják fejeztetni, és létre tudnak hozni ilyen rendszereket. És itt, itt, én csak egy, tehát tényleg a genetikusként, mert nem, nem virológ nem virológus és nem epidemiológus és modellezőként, én csak azt tudom hozzátenni a magam két hogy ugye itt látszik, hogy ez egy komoly klónozási dolog volt létrehozni ezt a viv egy vektort. És ugye ennek aztán az S komponensét cserélgették itt ebben a későbbi kísérletekben is, ez látszik. És ez a VIV egy vektor hangsúlyozottan nem hasonlít. Tehát ez, egyébként a SARS egyhez hasonló vírusból jött létre, és ez nem nagyon hasonlít ahhoz a koronavírus genomhoz ezer helyen, amit, amivel ugye ma is találkozunk már, mint hogy a SARS-CoV-2 koronavírus genomhoz. Sőt, ugye, ami felmerült itt, hogy, hogy akkor jó, akkor ezt kidobták, amit én mondom, tehát olyan emberként, aki molekuláris klónozást végez, nem nagyon érteném, hogy egy működő vektort miért akarnának kidobni. Nyilván van, amikor az ember fejleszteni akar, annak az a hátránya, hogy azt le kell publikálni először, hogy az új vektorod az legalább olyan jó, mint a régi, az, az a tök megbízhatóan tudsz csinálni dolgokat, de felmerült, hogy valahogy ebben a ebben az intézetben, Wuhan intézetben már egy másik vektort használtak, és ugye itt jött elő ez a korábban már emlegetett RATG 13 aminek a legközelebbi szekvenciája van a ma ismert sars 2 höz de hogy ez is, ugye egy ilyen, említettük ezt a 20-50 évet, ennyi mutációnyi különbség van. Tehát ez nem pont ugyanaz. Ugye most akkor az a kérdés, hogy van-e valami, és hát ez, ez már tényleg az ingoványos taglalja, hogy Viktor is fogalmazta, van-e valahol a Wuhan intézet génbankjában egy olyan szekvencia, vagy volt-e, ami száz százalékig megegyezik ezzel. Azt használták, abból csináltak -e egy új ilyen expressziós vektort, és azt próbálták-e utána mindenféle dolgokkal rekombináltatni. Egyébként említetted egy a topzoskát korábban, és a topzoskával kapcsolatban az a, tehát az, az, érdekesség, hogy hasonlít az S fehérjeje jobban a topzoskájére, mint a denevérére, viszont ez csak fehérje szinten igaz. Tehát, hogyha nukleotid szinten nézed, ott eléggé nagy különbségek vannak. Tehát megint akkor mit, mivel kevertünk. Itt, itt válik nehézé a kérdés, hogy nem lehet megmondani, hogy hogy, hogy akkor itt már ismert szekvenciák keverednek, és, és innen jönne az, az az ingoványos rész, hogy mi az, amit feltételezünk, hogy akár létezhet is ebben az intézetnek valamelyik hűtőjében, vagy létezhetett, mert azóta már biztos, megsemmisítették, vagy valami. Tehát itt, itt válik nehézé a dolog, és itt van az, hogy mit tartunk valószínűbbnek, hogy mindezek a dolgok meglépődtek, vagy pedig vagy pedig, hogy, hogy ezek, ezek, nem történtek. És ezek, ezek, nagyon sok esetben, ugye nyilván, hogyha a kínai hatóságok titkolóznak, az erősíti annak a, az érzetét, hogy valamit el kell titkolni. Tehát ez egy ilyen pszichológiává is válik. És a másik dolog, ami szerintem érdekes, és ugye ezt a Vero E6 vonal kapcsán meg szerettem volna mutatni, mert azt hiszem, hogy Gábor, ti találkoztatok magatok is hasonló dolgokkal, hogyha csak sejtvonalon akarjuk passzáltatni ezt a vírust, konkrétan a SARS-CoV-2 koronavírust, akkor, akkor pont például ez a furin hely az elkezd elmutálódni. Tehát, hogy vannak olyan változások, amelyek valamiért sejtvonalon megjelennek. Nyilván a vírus a sejtvonalhoz adaptálódik, és nem a emlős vagy emberi szervezethez, és ezek megint jellegzetes változások, amelyek egyébként kevésbé teszik jóvá ezt a vírust azt, hogyha majd kikerülne, és egy élő szervezetbe kerülne ott, ott helytájon. Most egyébként ez a sejtvonal adaptáció, ez egy működő dolog, de erre lehetne ellenértként mondani, hogy jó, akkor miért, miért nem lehet az, hogy adaptálták egy olyan sejtvonalhoz, ami éppen ezt a furia helyet erősítette. Elképzelhető, de megint csak ott vagyunk, hogy ingoványos talaj nem látjuk, nincs transzparencia, ugye erről beszéltünk Viktorral, hogy azért, meg én is itt mondtam, hogy azért ezen az egészen az enyhíthetne, hogyha tényleg transzparens lenne minden. Mégis itt ülünk kutatóként, és próbáljuk megítélni azt, hogy a tudomány mit ismer. Mikre vannak lehetőségek? Ez ugyanez, mint azt mondani, hogy persze van lehetőség, hogy van intelligens élet a naprendszerbe rajtunk kívül, de azért, ha megnézzük a arányát a jelenlegi tudásunkhoz, csekély. Ez nem jelenti, hogy öt év múlva nem lesz erről jobb tudásunk, és ez nem nő meg. Nagyon nehéz most ezt megítélni. A legtöbb, amit tehetünk, hogy most elmondjuk, hogy milyen tudományos háttere van. Igen. És akkor vissza az in vitrohoz, igen, lehet adaptáltatni. Sőt, adaptálódik is minden vírus. Tehát vannak olyan vírusok, amik már egy után extrém módon adaptálódnak egy-egy sejtvonalhoz, vírus válogatja. Jó, hát és akkor ugye nyilván visszatértünk az eredeti kérdéshez, tehát hogy akarunk-e megfogalmazni bármit is erről, hogy, hogy, hogy ugye miért valószínűsíthető az egyik vagy a másik, és itt ugye erős állítások fogalmazódtak meg, tehát akkor ezzel dobom fel a labdát, itt azt mondták emberek, hogy legalábbis 50-50 én láttam már olyant, aki például Négy Szilver, ugye, aki ugye egyébként az ilyen politikai eh, modellezésről és becslésről híres, ő azt mondta, hogy az ő basic ja most az, hogy 60 százalék az esélye annak, hogy, hogy ugye egy eh, leblik történt. Nem magyarázt el, hogy miért ennyi, egyébként van, szóval nem tudjuk, és ő hangsúlyozottan nem kutató, de hogy ugye nyilván mindenkinek valami módon jár valami a fejében. mit, mit gondoljunk, vagy mit segítsünk azoknak, akik, 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 egyáltalán keresnek fogódzókat, hogy ebben a, ebben a média felhajtásban mire gondoljanak? Hát még egy, egyet hozzátennék még, ami a legközebbi a, amit te mondtál, mert el volt rejtve, csak hogy ezt még hangsúlyozzuk. Tehát a legközelebb ismert denevérvírus, ugye ez több évtizednyi különbsége van a, a mostani emberi vírustól, ezt a több évtizednyi különbséget nem lehet úgy átugrani, hogy laborban tenyésztem. Tehát ez gyakorlatilag a, a teljes genom, összehasonlításán alapszik, abban vannak olyan helyek is, amik nem állnak szelekció alatt, ami szinte egyáltalán nem áll szelekció alatt, tehát ezt a több évtizedet nem tudom úgy átugrani, hogy, hogy célzottan laborban tenyésztem egy éven keresztül. Úgyhogy valahol, és, és az se esélyes, hogy ezt a, ezt a 40 év különbséget direktén beletegyem genetikai manipulációval. Tehát azt, azt lehet célzottan csinálni egy szakaszon, de a teljes kenomban nem. Tehát az egészen biztos, hogy valahol kell, hogy legyen a természetben egy olyan vírus, amit még nem találtunk meg, ami ennél még jóval közelebb van az emberi vírus, most terjedő emberi vírushoz. Tehát ez tuti. És akkor vagy ez a vírus terjedt át valahol emberre, vagy amikor, hogy aki a laborszörkevény elméletben gondolkodik, az abban gondolkodhat, hogy találtak egy ilyen vírust, azt bevitték a laborba, még nem publikálták, és előtte kiszabadult. Ugye annak az esélye írtó pici, hogy ezt direkt, ugye hogy direkt titkolják, hogy valamiféle vírussal dolgoznak. Tehát itt ténylegesen azért mentek a kutatások, hogy az egész világnak segítsenek abban, hogy feltárják, melyek a, 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 a koszkázatot jelentő vírusok. Tehát ebben rendszerbe bekerül egy vírus, az előbb-utóbb publikálják. Hát igen, tehát aki... hogy ez picit csak akkor ebben a valószínűségi para, paraméter rendszerben hogy úgy definiálnám, hogy azt is látni kell, hogy nem véletlenül van Luhánban egy virológiai laboratórium, amiben koronavírusokkal foglalkoznak, hát, hanem azért, mert ebben a térségben egyébként is ugye konkrét probléma az, hogy átugorhatnak, mert látták korábban koronavírusok, és nagyon sok olyan denevérfaj él, bár nem csak ott, hanem mint Gábortól az előbb hallottuk, mert akár Magyarországon is, amelyekben koronavírusok vannak, és ezek a koronavírus, különböző koronavírusok akár kombinálódhatnak is. Tehát, hogy van egy oka annak, hogy pont itt, pont ezzel foglalkozik egy kutatócsoport. Hát ugye a, a, az eredeti SARS vírushoz legközelebb álló vírusok, meg ez a ez a de amit olyan sokat emlegettél, ezek, ezek tartományból erednek, ami elég messze van Hupei tartománytól, ahol Wuhan van. Tehát akik ebben a Wuhan eredetben gyanúsat látnak, azok erre hivatkoznak. Ugyanakkor, hogyha ebben a több évtized különbségben gondolkodunk, és abban, nem találtuk még meg azt a vírust, amelyik a konkrét őse ennek az emberi vírusnak, tehát ilyen távolságban az a közvetlenül is bárhol lehet. Tehát ténylegesen nagy Gábor, hogy nem csak hogy Kínán belül, de a világszerte a denevéreben mindenhol ki lehet mutatni ilyen vírusokat. Konkrétan a tartományból is ismert sokféle denevér koronavírus, csak nem ezek voltak a legközelebbi rokonai, de az a 40 év különbség az annyit jelent, hogy, hogy bárhol lehet Kínán belül, vagy akár távol a ázsiai térségben mondjuk az a vírus, ami, ami a közvetlenőse. Tehát lehet akár Hupei tartományban is, csak még nem találtuk meg. Tehát itt itt, hogyha most a, konkrétumtól visszalépünk, tehát kérdezted, hogy mi a végső konklúzió, tehát teljesen egy platformon vagyunk abban, hogy, hogy, egyik lehetőség mellett sincsen olyan közvetlen bizonyíték, ami egyértelműen azt mondja, hogy biztosan ez volt. Mert lehetne ilyen bizonyíték, tehát lehetne olyan, hogy ténylegesen megtaláljuk, Wuhani állatpiacon kimutatjuk, vagy bocsánat, Wuhan környékén mondjuk, hogy Hupei tartom, megtaláljuk azt a denevér vírust, amelyik, amelyik közvetlenős. És esetleg még azon a, abban a térségben megvizsgáljuk az embereket, és találunk bizonyítékot arra mondjuk archivált vérmintákból, hogy itt korai fertőzési láncok megjelentek, mielőtt Wuhanban detektálták volna a járványt Ha ez történik, akkor száz százalékig biztosak leszünk abban, hogy az a denevérvírus volt, emberről által emberre természetes átugrással indított el a járványt. Nyilvánvalóan a másik elmélet is lehetne elvben százszerékos bizonyítékot találni, hogyha nálunk, hogy itt a laborban, itt van ez a törzs, ez megfertőzte a labornak a munkatársát, és onnan indult el, hogyha erre lenne bizonyíték, az is százszerékos lenne, de ilyen egyik elmélet mellett sincsen. Tehát ilyen értelemben a végső konklúzió az, hogy megalapozatlan bármiféle vádaskodás, ami azt mondaná, hogy itt elrontott valaki valamit, viszont egészen biztos, hogy és ezt mondja minden kutató, hogy fontos a további vizsgálat, ami esetleg a későbbiekben kiderítheti egyértelműen, hogy mi történt. És a harmadik dolog, meg amit mondtam, hogy, hogy el kell gondolkodni azon, hogy olyan típusú kísérleteket, amik egyáltalán a lehetőségét megteremtik ennek, érdemese folytatni. És talán még egy mondatot mondanék, aztán visszaadom Bocsát a szót, hogy, hogy ebben a pillanatban, tehát alapvetően ki ki nagyon bizonytalan információk alapján próbálja azt, azt, a fejében összerakni, hogy két lehetőség közül, amik közül az egyikre sincsen közvetlen bizonyíték, a közvetett bizonyítékok vagy, vagy információk alapján melyik a valószínűbb. Tehát ezt, ezt precízen meg sem, nem lehet. De ha sikerülne is, tehát ha lenne most nekünk két számszerű valószínűségünk, akkor sem mondhatnánk azt, hogy a kettő közül a valószínűbb az, ami ténylegesen bekövetkezett. Tehát ha én, én, két kockával dobok, és egyik cinkelt, a másik nem cinkelt, és a, mit tudom én, mind a kettőnként az egyes, akkor nem tudom megmondani, hogy melyik volt a valószínűbb esemény, abból, hogy egyszer megfigyeltem, vagy hogy egyszer megfigyeltem, legalább az egyikkel dobtam egy egyest, vagy hatost. Tehát ilyen értelemben most nincsen kajnyújtásnyi közelségben az, hogy ennek, ennek meg tudjuk mondani a, a végső választ. Gábor, maximálisan egyet tudok nincs valószínűség, amiről beszélhetnénk. Tehát a probléma az, hogy olyan tanulmányok, meg véleménycikkek jönnek ki, amik rendkívüli módon súlypontozzák ezt az egészet. Tehát épp erről beszéltünk, hogy azért ennek a tudományos háttere nagyon összetett, és a, a amit ki lehet emelni, ami a hashtag alá kerül, az, hogy nem tudjuk. Ez igaz a labor eredetre, és igaz a természetes eredetre is. Azért első kezdből tudom mondani, most visszatérve a denevérekre, az az 1500 km nem távolság. Pláne, hogy ezek a denevérfajok ilyen eurázsiai elterjedésűek, nagyon sok közülük. Olyan iszonyatos arájuk van, hogy hát én magam is fogtam olyan denevért Észak-Vietnámba, ami konkrétan itthon is előfordult. Tehát ugyanúgy néz ki, ugyanaz a fajnév, stb. Ezeknek a populációja, hogy hogy érnek össze, nagyon nem látjuk. Ténylegesen a denevéreknél mind a ökológiai sokféleségükben, a viselkedésükben a felszín kapargatjuk, és ezzel a felszín kaparással jönnek együtt a vírusok. Tehát bármi bárhol lehet az nem indok, hogy Junnánba írták le, pláne, hogy Kínából Junnán a legmintázottabb régió. Kínának azok a régiója a legmintázottabbak, ahol a nyelvi nehézségek a legkevésbé vannak jelen, tehát ahol a legkönnyebb expedíciót szervezni, és Junnán a messze vezet. Tehát nyilvánvalóan, ha valamit túl mintázok, akkor azt jobban ismerem. Tehát az, hogy Junnánba írták le, az nem azt jelenti, hogy minden a legalább annyira vizsgálták, egyáltalán nem. Úgyhogy van még mit vizsgálni. Emiatt is most azt mondani, hogy milyen az eredete, vagy milyen nem, teljes valgaság. És Viktor tök jól megfogalmazta, hogy azért a vádaskodásnak nagyon nincs helye. Az emberek ezekből az újságcikkekből, amik ezt tüzelik, szinte hitet építenek, és ha te tudósként megmered véleményezni azt, hogy egyébként a természetes eredetre is óriási esély van, mert ez meg ez, akkor téged megköveznek, mert nem hiszel abba, hogy, hogy, hogy ez történhetett. És az, hogy nem zárható ki, az nem azt jelenti, hogy ez történt. Tehát itt azért nagyon messze vagyunk attól, hogy meg tudjuk mondani, mi történt. És még egy gondolat, azért a természetes eredet felderítésének óriási gátat szabott a járvány. Bocs, de nem lehet utazni, nem lehet terepre menni, nem lehet mintázni. Azért a sars egynél az, hogy meg lehet ennyi idő alatt, ott azért nem volt ez. Tehát ott ténylegesen ki lehetett ugrani a terepre, és, és ezerre mintázni. Itt is el fog jönni ez az idő. Én azt javaslom, hogy várjuk meg. Ugye ez húz a szívemhez közelebb, én többször is mondtam, hogy én e felé hajlok, mert látom ezeket a folyamatokat, ismerem. Persze nem zárhatok ki emellett a labor eredet, de nem ugrok mellé, hogy oké, okay, akkor most ez van. Biztos vagyok benne, hogy időről időre egyre több hiányzó meglesz meg lesz az evolúciós eredetére vonatkozóan. Ugye lehet, hogy ezt a 30-40 éves különbséget az hamarosan lefaragjuk, mert lesznek olyan közelebbi rokonvírusok, amik, amik ezt magyarázzák. És ez majd lehet, hogy közelebb visz egyéb magyarázatokhoz is, nem tudjuk egyelőre. Amink van, azt itt tök jól átbeszéltük, és abból pedig abszolút ezt a következtetést lehet most levonni. Én még két dolgot tennék hozzá, aztán én is borzasztó vagyok, hogy rám szántátok az időt, meg szerintem ez egy nagyon konstruktív és tök jó beszélgetés volt, én is sokat tanultam. Az egyik az, hogy ugye mindig Wuhan eredetről beszélünk, és tudjuk, hogy valahol a környéken kellett történni ennek az onózisnak, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ugye amikor Amerikába átkerült a vírus, ott is két hétig Seattle környékén úgy terjedt, hogy senki nem tudta, pedig akkor mindenki sejtette, hogy valahol már Amerikában terjedhet. Tehát a Wuhan egy metropolita centrum, én nem vagyok kína szakértő, nyilván nagyobb az esélye, hogy egy ilyen helyen feltűnik azért egy ilyen vírusnak a jelenléte, mint hogyha valahol valamelyik környező, rurálisabb hely, helyen történik. Tehát ugye Wuhan-t neveztük meg, mint Ground Zero-t, de nem biztos, hogy az volt egyébként. A Ground Zero-t csak megint a valószínűségekkel akarok játszani illetve hát a, egy kicsit rezonálva, amit a Gábor mondott, ugye az elején mutattam 18 nevet, akik nagyon egyetértettek azzal, hogy, hogy vizsgáljuk ki, és szerintem magával azzal a kérdéskörrel, hogy vizsgáljuk ki ezzel, sokan egyetértenek, de a Nikolás Vécik azért elég sok embert kiborított, azt hiszem a molekuláris taxonomus közösségben, és hát ugye sokan valamilyen módon ennek ugye nyomot is adtak, vagy hangot is adtak, tehát Christian Andersen, ő mondjuk például keményebben ő azt mondta, hogy ez az egész úgy rossz, ahogy van. Mások csak azt mondták, hogy az ő becsléseik szerint itt, itt annyi lehetőséget látnak még arra, hogy minden természetes módon történt, hogy nem értik, hogy a, a Niklas Véd miért ennyire erőltette ezt a fajta eredetet. De igazából valószínűleg ugye ez az, amit, amit itt hárman konszenzusként megfogalmazunk, hogy lehet valószínűségeket hozzátenni, valószínűleg ez egyik történt, tehát nem fogjuk tudni megmondani most, hogy melyik történt, de kizárásos alapon tudjuk, hogy az egyiknek meg kellett történnie. És hát ugye az, az, a helyzet, hogy jelenleg a diskurzust azt nem új adatok hajtják, hanem különböző interpretációk. És ez egy ez tudományos szempontból ez soha nem szerencsés, mert akkor egy idő után a politika is ráépül, ugye ezt már Amerikában is lehet látni, hogy szenátorok interpelálnak, stb. És hát ugye ez az, amikor már egy, faj, egy másik szintje történik ennek az egész vitának, mint amit a kutatók szeretnek, amikor ugye adatokat, szekvenciákat, vagy akár jegyzőkönyveket lehet vizsgálgatni. Én, én azt hiszem, hogy ezt, ezt, ezt tudnám mondani, nem tudom, hogy még hozzá szeretnétek-e tenni valamit. Amit talán nagyít, hogy ahol ekkora nagy a bizonytalanság, ott különösen belejátszik a saját ítéletünkbe azt, hogy mit szeretnénk hinni és ez alól a kutatók sem tudják kivonni magukat. Tehát én megfigyelni vélek egy olyan mintázatot, hogy azok a kutatók, akik különösen kongatták a vészharangokat, hogy genome function kísérleteket nem szabad csinálni, tehát már a járvány előtt, ők hajlamosabbak abban hinni, hogy ez laborszökevény vírus, akik pedig maguk is részt vesznek ilyen genome function kísérletekben, azok hajlamosabbak azt egy hogy dolog, hogy laborszökevény vírus legyen, és a természetes eredet mellett kartoskodnak. Hát ez csak ez már csak a pszichológiája az egész kérdésnek, a, a bottom line, az végső ja. konklúzió, az tényleg az, hogy nem tudjuk. De szerintem és, és, én... a és a probléma ezzel a pszichológiával az, hogy az átlagember számára pedig egy nagyon nehéz helyzetet nagyon könnyű magyarázattal lát el az, hogy mondjuk valaki leírja, hogy akkor a kínaiak titkolóznak, és laborból jött a vírus. És innentől elindulnak azok a mozgalmak, meg hitbéli dolgok, amik veszélyessé tudnak válni. Tehát a tudományos diszkurzus ez már rég elhagyta, ez az egész és ahogy mondtad, tényleg rátelepedett a politika, tehát innentől kezdve nagyon nehéz ezt úgy diskurálni, és szerintem ez most nekünk itt nagyon jól sikerült, ennek különösen örülök, hogy azért ennek van egy masszív tudomány a háttérben, ami egyiket sem zárja ki, de ez nem azt jelenti, hogy bármelyik mellé is egyértelműen be lehetne állni. És ez most tök más kérdés, hogy kinek melyikhez húz a szíve. Tehát ez a saját véleménye is ennyi. A tudomány az máshogy működik. Jó. Én azt tudom ígérni, hogy ha majd lesz egyértelmű bizonyíték valami mellett, akkor csinálunk egy follow-up epilógus részt, és ott megbeszéljük, hogy mi volt az, ami eldöntötte, ha lesz ilyen. Jó, csak nagyon szépen. Lassan új devet kell találnod a sorozatnak. Mert Igen, most meg a karanténből, majd akkor az majd rendes meetup lesz, vagy valami hasonló. Jó, köszönöm szépen még egyszer, hogy, hogy itt voltatok.